ha olvastam, akkor valószínűleg a rizikósba tenném. Vagy a nobba. Nem tudom, vagy a semlegesbe. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban egy olyan videót fogok megcsinálni, amit már régóta terveztem. Ez pedig nem más lesz, mint egy ilyen könyves tróp per klisé rangsorolós videó. Nagyon régóta szerettem volna már egy rangsorolós videót csinálni, és igazából ez kicsit Emmával az a podcast részünk ihlette, amikor így a kedvenc per nagyon nem kedvenc kliséinkről beszélgettünk. Úgyhogy ez a videóhoz Instán is, meg YouTube-on is kértelek titeket, hogy írjatok nekem trópokat, per kliséket, per ilyen könyves szitukat, amik ilyen gyakoriak, mindegy. És ezeket írtam nagyjából össze, meg tettem hozzá egy-két extrát is, ami nekem még eszembe jutott, per találtam, és úgy voltam vele, hogy ez érdekes lehet ehhez a videóhoz. Úgyhogy erről fog szólni ez a mai videó. Úgyhogy csapjunk is bele. Hogy indítom el a felvétel? A felvétel indítása gomb. Szóval, ez a kis rangsorom, amit csináltam, természetesen ilyen lilás színváltósat csináltam, úgyhogy nem a piros a legrosszabb szín itt, hanem a sárga, illetve egy ilyen narancssárgás. Itt vannak lent a trópok, nincsenek hozzá ilyen menő ikonok, és ilyen hunglisul van az egész, mert nem mindegyiket tudtam, hogy lehet a legjobban lefordítani. A szintek úgy mennek, hogy van a minden mennyiségben, ami nyilván az, amit legjobban szeretek. Egyébként nem vagyok hülye, és nem írtam el, csak nem fér ki a mennyiségben szó. Úgyhogy ott van egy nöbetű, ami nem látszódik. Aztán jön a szeretem, ami nyilván nem a legkedvencebb kedvencem trópom, de nagyon szeretem őket. Van a semleges, ami gyakorlatilag az a fajta, ami... Nincs bajom, ha benne van, nincs bajom, ha nincs benne. Tehát, hogy így tényleg nem nagyon vannak érzéseim iránta. Aztán jön a rizikós, ami igazából az attól függ, hogy van megírva. Igazság szerint. Ezt majdnem minden trópra le lehetne mondani, mert igazából minden tróp attól függ, hogy jól van-e megírva. Úgyhogy a rizikós ez itt inkább olyanok fognak szerintem ide kerülni, amik alapesetben nem biztos, hogy átcsúsznának a rostámon, de ha jól van megírva, akkor átcsúsznak. Szóval, hogy ez a tényleg nagyon nehéz úgy megírni, hogy nekem tetszen, de nem lehetetlen. Ez a kategória. Aztán van a nope, ami a nem. Semmilyen mértékben nem. Köszöntöm, nem szeretem. És beraktam egy nem olvastam még ilyen kategóriát, mert szerintem van ilyen. Lehet, hogy olvastam már ilyet, vagy lehet láttam már filmben ilyet, de nem feltétlen emlékszem rá, hogy láttam volna ilyet, úgyhogy ezt beraktam, hogyha kellene. Akkor kezdjük is el. Hát sorba fogok szépen menni, ahogy van. Az első trópunk az a korkülönbség, ahol itt így nagyjából arra kell gondolni, hogy egy ilyen nagyobb korkülönbség van két szereplők között. Főleg romantikus könyveknél van szerintem ennek lényege, ugye én a rizikósba fogom bepakolni. Azért, mert azon felül, hogy nem mindegy, hogy van megírva, nekem nagyon nem mindegy, hogy pontosan mennyi ez a korkülönbség. Mert korkülönbségnek lehet venni mondjuk az 5 évet, a 10 évet, a 20 évet, meg a több évet is. És mondjuk egy ilyen 10 év az annyira szerintem nem vészes, főleg egy bizonyos korban már. Tehát mondjuk egy 15 éves, meg egy 25 éves az nagyon, az már necces, de egy 25, meg egy 35 az már kevésbé. Egy 35, meg egy 45 megint kevésbé. Tehát, hogy ott ugye, ez a korkülönbség ez egy olyan dolog, hogy nagyon függ attól, hogy a két fél külön-külön milyen életszakaszban van. Mert az nagyon össze tud játszani dolgokat. Szóval ez egy rizikós, nem mondom, hogy feltétlenül elzárkózok tőle, de mindegy, hogy van megcsinálva ahhoz, hogy ne legyen nekem rossz. Tehát például egy 20 plusz éves korkülönbség, az már nem feltétlen megy már nálam át. Oké, következő, amnézia. Szerintem könyvben ilyet nem olvastam. Nincs semmiféle
emlékem arról, hogy én ilyet olvastam volna. Néhány filmet láttam, szerintem kb. Nicholas Sparks filmet. Egy ilyen amnéziás filmre tuti emlékszem, és remélem, hogy nem hallatszik be, hogy a hűtője éppen meg akar halni a gépemnek. Szóval az amnézia... Nem mondanám, hogy így, tehát így egyrészt az amnézia mehetne a semlegesbe, nincsenek érzéseim vele kapcsolatban, de mondjuk már láttam kivitelezésre, viszont olvasni könyvben nem igazán olvastam, és most nem tudom eldönteni, hogy nekem ez mennyire működne. Kicsit ilyen rossz érzésem van az amnéziás dologtól, hiszen basszus, ez olyan rossz lenne, hogy így nem emlékeznek rád. Ugye ott van a Szerelmünk napjai, hát az is, úristen, az a film traumatizáló, de nem olvastam. Úgyhogy beteszem, ha nem olvastam, még ilyenben még lehet a videó végéig megváltoztatja a helyét. Oké, következő. Rossz fiú, jó kislány. Ez egy nagyon klasszikus párosítás romantikus könyvekben. Volt egy időszak szerintem az én életemben is, amikor ugye minden filmben ez volt, minden könyv. Tehát mindig ez az a tipikus, ez annyira az a tipikus, ugye a szürke kisegér kislány és a nagymenő csávó, ahogy összejön. Van ebben valami, ami mindig működik? Vagy nem mindig, de a legtöbbször működik. És egyébként nagyon nem vagyok ellenére ennek a trópnak. Nyilván ide is igaz, hogy a kivitelezéstől is függ, de hogy alapvetően meg tud nyerni magának, bár a manapság egyre kevesebb ilyen könyvet olvasok, meg egyre kevésbé hajlok erre a dinamikára, de alapvetően nincsen vele problémám, és alapvetően szeretem. Nyilván ugye mindenre igaz az, hogy ahogy meg vagy függ attól, hogy van megírva, de ezt nem fogom mindegyiknél elmondani remélhetőleg. Úgyhogy igen, igazából szeretem azt a dinamikát. Van benne valami vonzó, főleg amikor még középiskolás vagy, és így vársz, hogy a motoron elvigyen a rossz fiú. Aztán fölnősz és rájössz, hogy nem kell neked ez a dráma. Következő, ez a bál, ez azt jelenti, ez azt hiszem úgy volt nekem megfogalmazva, amikor írták, hogy mindjárt vége a világnak, de előtte még elmegyünk egy bálba. Igazság szerint ezt szerintem én azt semlegesbe fogom rakni, mert alapvetően nincsen vele problémám, nem mondanám, hogy kifejezetten szeretem, egy csomószor előfordulhat, hogy feleslegesen van benne a könyvben, viszont így amúgy nem szokott vele problémám lenni, tehát nyilván itt is meg lehet úgy írni, hogy működjön per nem működjön, de tényleg ez abszolút a semleges kategória nekem. A kiválasztott. Tehát ez is egy tipikus tróp, amit nem tudok a szeretemen kívül máshova. Igazából nagyon sok kedvenc történetem épül a kiválasztott motívumra, úgyhogy nem tehetem máshova. Nem mondom, hogy minden mennyiségben, mert nem az abszolút kedvencem, de nyilván a Percy Jackson is erre épül, a Harry Potter is erre épül, a Carrion is erre épül. Tehát ez a kiválasztottas szál, ez egyébként főleg egy időben nagyon népszerű is volt. Abszolút nincs ellene semmi, és igazából nem mondanám rá, hogy semleges, mert amúgy szeretem. Ebben is van valami vonzó. Kicsit máshogy nyilván, mint a rossz fiú, jó kislány párosításban, de hogy ez a... hogy rajtad múlik a világ megmentése, nem tudom. Valószínűleg, amikor még ugye az ember arra vágyik így kisebb korában, hogy majd ő mekkora arc lesz, az főleg dob rajta egyet. Következő, Enemies to Lovers. Na, ezt nehéz elhelyezni, mert az Enemies to Loversből kétféle típus van, és az egyik típus nagyon szeretem, a másik típus nagyon nem. Tehát nem mehet, de nem mehet így semlegesbe, nem mehet a minden mennyiségbe sem, mert az a baj, hogy oda olyanokat akarok pakolni, ami nagyon kicsi az esélye annak, hogy félrecsúszik nálam. És az Enemies to Loversnél van az a kategória, amikor értelmes az, hogy ők enemies, tehát ugye, hogy ellenségek, vagy ellenlábasok, meg van az a kategória, amikor, tehát azt az Enemies to Lovers nem szeretem, mikor így kb. Ki akarják nyírni egymást, és aztán valami miatt hirtelen már szerelmesek egymásba. Meg amikor nagyon bántják egymást, és aztán már szerelmesek egymásba, mert olyankor nekem kicsit az olyan érzésem van, hogy a föld alá tiport, és te szerelmes vagy belé. Miért? És egy csomószor van ez, hogyha olvasok egy könyvnek fülszövegét, és mondjuk benne van az, hogy Enemies to Lovers, az első dolgom az, hogy megnézek róla egy negatív értékkel, és hogy ugyan milyen az Enemies to Lovers benne. De alapvetően hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem szeretem. Szóval nem rakom a rizikósba. És a semlegesbe semmiképpen nem mehet. Kamu kapcsolat. Kamu kapcsolat.
nagyon szeretem a kamu kapcsolatot. Tehát még ha bénán is van csinálva, akkor is fun. Tehát a dinamikája a kamu kapcsolatnak az, amit nagyon szeretek. És tényleg még, hogyha rosszul is van megcsinálva, még akkor is valamilyen szinten tudom élvezni. Lehet, hogy utálom az egész alkotást, amikor év van fölhúzva, de magát a dinamikát. Tehát az, ugye ilyenkor jön be tipikusan az egyágyas, meg a nem tudom, ki, na mindegy, szóval, hogy kamu kapcsolat. Imádom a kamu kapcsolatot, tehát azzal meg lehet venni kilóra. Főleg, ha még jól is van megírva, meg mondjuk még enemies to lovers is, úristen, az abszolút nyertes. Na, a következő az a Fated Mates, és van ebben a válogatásban egy olyan, hogy lelkitársak. És így valahogy nekem ez a kettő tökre ugyanazt jelenti, de volt egy-kettő, amit meg kellett googliznom egyébként, hogy amúgy mit jelent, mert szerintem egy csomószor nem gondolok bele olvasáskor én se, hogy ebben ilyen tróp van. És a Fated Mates az egyébként azt hiszem valami olyasmi lenne, hogy ugye valami profécia, vagy ilyen felsőbb hatalom által az el volt előre rendelve, vagy meg volt előre mondva, hogy ők együtt fognak kikötni. Ami, meg a méz szótól nekem mindig a Sarah J. Maas könyvek jutnak eszembe, amiket nem olvastam, de abban is tudom, hogy méteknek hívják egymást, ami valahogy nekem szintén nem fekszik. Nem tenném bele a nope kategóriába, de nekem ez mindig ilyen kicsit, ugye ez, hogyha megvan előre mondva, hogy nekik együtt kell lenniük, nem tudom, hogy semleges legyen, vagy rizikós. Tehát annyira nem szimpi maga, ami így ezt a trópot jellemzi nekem úgy igazából. De nem mondom, hogy nem lehetne úgy megírni, hogy működjön nekem is. És nem nagyon emlékszem, szerintem alapvetően, amiben konkrétan ilyen volt, egy darab könyvet olvastam, amiben konkrétan ilyen volt, és az is szerintem az elfek öröksége volt. Abba volt egyedül egy ilyen, hogy meg volt jósolva előre, hogy ők együtt lesznek, és ez természetes módon rohadt sok bonyodalmat is okozott közöttük, és nem feltétlen voltam odaért, szerintem a rizikós barakom. Oké, legyen az. Mert az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy lehet, hogy meg lehet írni jól is, de még nem igazán olvastam rá jó példát. Tiltott szerelem! Olvastam én olyat, ami tiltott szerelem volt? Romeo és Júlia, de azt sose olvastam végig. Lehet, hogy ezt egy előre hagyom. Akkor legyen a következő a talált család. A talált család az egy nagyon szép tróp, úgyhogy ezt a minden mennyiségben kategóriába fogom tenni. Bár nem, szeretem be. Az a baj, hogy nem olvasok sok talált, tehát a minden mennyiségben azért mégiscsak olyanokat kéne tennem, amiket sokat olvasok. Talált családosat meg azért olyan hű, de nagyon sokat nem olvasok. Meg alapvetően szeretem az egészséges családi dinamikákat, de igen, tehát a talált család, nem tudom, hogy olvastam-e egyet, biztos olvastam valamit, biztos olvastam, amiben ez benne volt. Ja, hát nyilván Harry Potter alapból. Szóval igen, a talált család egy nagyon-nagyon szép tróp. Következő, legjobb barátokból szerelmesek per, ugye ez a best friends to lovers. Ezt itt igazából kettőt vettem egybe, mert van a friends to lovers, meg a best friends to lovers. De azért vettem egybe, mert nekem nagyon hasonló a kettőjének a dinamikája, és én ezt nagyon-nagyon szeretem. Itt is vannak feltételek, nyilván az, hogy mindkét fél részéről legyenek meg az érzések, mert ugye az se egy meg feltétlen jó, hogyha csak azért barátok, mert az egyik szerelmes a másikba, ami ugye megint egy másik téma. De hogy én alapvetően ezt azért preferálom egyébként, mert hogy én szeretem, ha úgy alakulnak ki kapcsolatok sztorikban, hogy van egy megalapozott ismerettség a két szereplő között, tehát nem két nap alatt, két napig tart az ismerettségük, és már szerelmesek egymásba, meg szerelmet vallanak, hanem mondjuk ismerik egymást régebb óta. És ugye, hogyha régóta barátok, és így szép lassan alakulnak ki közösen bennük az érzések, az szerintem olyan szép, és ezt nagyon szeretem. Úgyhogy minden mennyiségben nekem jöhet az ilyen. Az ilyen tini középiskolás sztorikban ez szokott még lenni a másik nagyon visszatérő elem, amire én nagyon rászoktam. Vicces legjobb barát! Ezzel igazság szerint úgy vagyok, hogy elég gyakori szerintem, különösebb érzéseim nincsenek vele kapcsolatban, úgyhogy semleges lesz. Következő, Grumpy Sunshine. Életem kedvenc shippe, Nico DiAngelo és Will Solace. Grumpy Sunshine. Szó szerint ez egyik tökéletes dinamika, imádom. Főleg, hogyha még mondjuk cserélgetik is a szerepeket, de a Grumpy Sunshine az chef's kiss minden mennyiségben. A Grumpy Sunshine-t nem lehet elrontani. Nem mondok ilyeneket, mert még a végén találkozok valami könyv, valamiben erről van rontva, de
Tényleg, nagyon jó. Imádom. Elveszett örökös. Fantasyban szerintem ez is egy eléggé visszatérő elem. Azért, olvastam is több ilyet, menőn ki lehet hozni ezeket a cselekményszálakat. Tehát igazából szeretem ezt a trópot, igen. Én igazából szeretem ezt a trópot. Bármilyen megközelítésből. Tehát, hogy tudja, hogy ő elveszett örökös, per nem tudja, hogy ő egy elveszett örökös. Szerintem alapvetően ezzel nincsen problémám. Régen olvastam ilyet, azt viszont meg kell hagyni szerintem. Mostanában nem emlékszem, hogy olvastam volna ilyesmit. Aztán lehet, hogy igazából két könyvvel ezelőtt olvastam egy ilyet. A Devapad az annak számít elveszett örökösnek? Nem hiszem, mert nem volt örökös. Na mindegy. Jó. Szerelmi háromszög, ez megy a nobba, nem. Tehát elhiszem, hogy lehetne, és azt hiszem egy darab könyvre mondta valaki nekem egyszer, hogy abban olyan a szerelmi háromszög, hogy átmegy a szerelmi háromszög lehetőségén, tehát hogy jól van megírva, de hogy alapvetően nem. Tehát a szerelmi háromszög az engem úgy kiakaszt, főleg azért, mert a szerelmi háromszög tipikusan olyan, hogy a legtöbbször borzalmasan van megírva. Mármint, hogy nem lehet jól kihozni. Tehát olyan az alapszituáció, hogy nem lehet jól kihozni, így is, úgy is a fejemet a falba fogom tőle verni. Úgyhogy ez abszolút nem. Ha meglátom, hogy valamiben szerelmi háromszög van, menekülök egyenest a másik irányba. Tehát nem. Nekem ez annyira durván nem működik, hogy az valami hihetetlen. Főleg amikor még ez a teszetoszaság van benne, hogy jaj, nem tudom melyik. Melyik legyen, hát mindkettő olyan jó képű. Nem. A szerelmi háromszög az nekem egy abszolút nem. Egyáltalán nem. Sehogy nem. Szóval szerencsétlen tiltott szerelmet valahova el kéne helyeznem. Nem emlékszem, hogy olvastam volna ilyet. Mármint lehet a Laurel Lumpus is ennek számít. Tiltott szerelem. De olyan különösebben szerintem nem nagyon szoktam ilyeneket olvasni, úgyhogy annyira nincsen, kifejezetten érzéseim nincsenek iránta. Meg egyébként én ezzel a troppal úgy vagyok, hogy nehogy már más mondja meg nekem, hogy kivel lehetek együtt, tehát hogy ez lehet, hogy nekem ilyen a mindsetem, vagy hogy én máshogy gondolkodok, vagy nem tudom, tehát hogy ez a tiltott szerelem néha kicsit ilyen bugyutának is tűnik nekem, úgyhogy inkább semleges neki fogom bemondani, mert így nincs, tényleg nem tudom, nincsenek érzéseim iránta. Marriage Pact, ezt meggoogliztam. Ez ilyen kényszerházasság, vagy nem, tudom, ez az a tróp, amikor ketten, két barát vagy ismerős megegyezik, hogyha nem tudom, x éves korukig nem lesz párjuk, akkor összeházasodnak, ugye? Ezt nagyon egyszerű helyeznem, nem olvastam ilyet. Egyáltalán nem olvastam ilyet. Filmet sem biztos, hogy láttam nagyon. Azt tudom, hogy a Jó barátokban volt egy ilyen, de hogy végül nem az lett a vége, úgyhogy így nagyjából ennyi. Az új lány tróp. Szeretem. Nagyon gyorsan behúztam a helyére. Volt ilyen, nem tudom, mikor kisebb voltam, néha voltak ilyen fantáziáim, hogy ha egyszer én elköltöznék otthonról, akkor velem az új lány tróp, hogy történne meg. Aztán én sose költöztem el otthonról, és voltam az új lány sehol, úgyhogy szóval sose költöztem el otthonról, és voltam az új lány valahol, na, nyilván egyetem, de az már nem középiskola, meg ilyenek, úgyhogy alapvetően én szeretem ezt a trópot. Ez is szerintem nagyon sok ilyet, meg ez is nagyon sokat használt volt. Nem tudom, manapság, mert nem olvasok annyira ilyeneket, de hogy alapvetően egy időben nagyon sok ilyet láttam, olvastam, inkább láttam, nagyon sok ilyen filmet láttam, és nagyon szerettem őket, na. Instant szerelem a következő. Kitaláljuk, hova megy? Bizony, a Nope-ba. Az instant szerelmet nagyon-nagyon nem szeretem. Az instant szerelem nálam instant gyűlöletet vált ki. Ha, micsoda vicces ember vagyok. Szóval az a helyzet, hogy pont amiért szeretem a Friends to Lovers, nem szeretem az instant szerelmet, mert jó ez a szerelem első látása, meg ez olyan romantikusan hangzik, realisztikusan annyira már nem, tehát ez a... Preferálom jobban, hogyha a két szereplő között úgy alakul ki kapcsolat, hogy tudnak valamit a másikról, mint az, hogy nem tudnak semmit, és csak így reménykedünk, hogy nem lesz pszichopata a másik fél. Nyilván romantikus könyveknél általában nem ez szokott lenni a dolog, de hogy így nem. Én
mint ember is preferálom, ha tudok dolgokat a másik személyről, mielőtt bármi is történik, úgyhogy nagyon nagy példám az a Nikola Jungtól volt a Nap is csillag. Az volt ott is a problémám, hogy 24 óra alatt lettek fülig szerelmesek egymásba. 24 óra alatt. Megtörténhet, nem azt mondom, csak szimplán nem szeretem ezt a trópot egyébként, tehát egy bármilyen körülmények között. Hogyha egy hétnél kevesebb ideje ismerik egymást és már szerelmet vallanak, az instant nem. Nekem az egy instant nem. Az egy ágy tróp, az egy ágy tróp. Szintén egy superior trópról beszélünk, amikor ugye a két karakternek egy ágyban kell aludnia, mert csak egy ágy van. Nyilvánvalóan. És ugye az ágy két szélén indulnak este, reggelre, meg már összebújva találod őket. Mua, szintén. Ezt is el lehet rontani, de na, alapvetően imádom. Tehát sok kedvenc alkotásomban benne van ez a tróp. Az egyik kedvenc példám már egyébként a Szökőhév című film. Imádom, imádom. Ellentétek. Az ellentét dinamika alapvetően szerintem egy tök jó dinamika, mert szerintem ugye ellentétek vonzák egymást meg mindent, tehát hogy alapvetően így nincsen vele problémám. Nyilván a Grumpy Sunshine az majdnem ugyanez, de én inkább a Grumpy Sunshine-t preferálom az ellentétekkel szemben. Bár lehet, hogy tényleg ez kb. Ugyanaz, na mindegy. Úgyhogy az ellentéteket én alapvetően a semlegesbe tenném, mert ez olyan kicsit ilyen vagy fog tetszeni, vagy nem fog tetszeni, nem tudom. Vagy nincsenek róla érzéseim. Nem tenném kifejezetten a szeretembe úgy, mint a többit szerintem. Azért írtam angolul, hogy hero, mert a betűtípusom nem ismerte a hosszú őt. Úgyhogy így oldottam meg, hogy ne kelljen betűtípust váltani. Árva hős! Semlegesbe rakom, mert ugye a kiválasztott meg az elveszett örökös ott van a szeretemben, de az, hogy árva is legyen szerencsétlen hősünk, ahhoz nem ragaszkodom. Amúgy is valószínűleg eléggé hányatatott sorsa lesz, tehát így nincs. Nem utálom, kifejezetten nem is szeretem, szegény. Kell neki az ölelést, ha még árva is. Összezárva. Ennek is meg kellett így külön néznem, hogy mi a konkrét definíciója, és ez nagyjából azt jelenti, hogy két szereplő hosszabb időn keresztül viszonylag kis területen van összezárva. Amire szerintem szintén nem olvastam könyvet, biztos, hogy nem olvastam. Filmben már lehet láttam ilyet, úgyhogy emiatt... Mivel már láttam ilyet, ezért lehet, hogy tehetném máshova, de hogy így inkább a nem olvasba raktam, rakom, mert nem emlékszem most így hirtelennyiben tényleg ilyen könyvre, amit olvastam volna. De hogy alapvetően, ha megolvastam, akkor szerintem szintén ilyen semleges menne, mert alapvetően azzal sincs problémám. Volt egy ilyen, a Two Night Stand film, című film volt olyan, hogy ott a hóvihar miatt valami két vagy három napot össze volt zárva a két szereplő, és azt egyébként azt a filmet szerettem, de szerintem ez az egyetlen példám erre a trópra. Úgyhogy nincs sok kiindulási alapom. Na, hát aztán itt van a popular, unpopular, Matilda ismételten nem fordított magyarra. Ez ugye a népszerű egyik fél, meg a népszerűtlen másik fél. Ez majdnem a rossz fiú, jó kislány egyébként. Szerintem ez is nekem így semleges. Annyira az, hogy... Vagy szeretem? Semleges. Legyen semleges szerintem, mert olyan kifejezetten sokat szerintem ebből se olvastam. Vagy csak nem emlékszem ennyire. Ez is egy ilyen nagyon basic tróp szokott lenni, ugye? De tényleg ugyanaz, mint a jó kislány. Tehát a szürke kisegér, meg a népszerű kisegér. De nem tudom, alapvetően nekem nem ilyen nagy dolgom ez, hogy népszerű legyen az osztályban, vagy ne legyen népszerű az osztályban. Úgyhogy ezt inkább a semleges kategóriába helyezném. A gazdag szegény. Szerintem ilyet se nagyon olvastam. Úgy őszintén szólva. Ez is inkább ugye ilyen romantikusoknál. Ami egyetlen példát tudok rá, az a Szürke 50 árnyalata. De azt meg nem olvastam. És romantikusból úgy kifejezett. De olvastam ilyet, de azt a könyvet pont nem szerettem. De viszont van egy nagyon jó film, amit meg szerettem, és ez volt. Tudjátok, mint legyen semleges. Legyen semleges. Meg lehet nagyon jól írni, de lehet úgy is megírni, hogy nem nagyon érdekeljen. De az mondjuk nem a tróp hibája feltétlenül, hanem az összes többi részét. Tehát, hogy a trópot magát nem utálom, na.
Közben azon gondolkoztam, hogy a tiltott szerelmet átrakjam a máshova, mert egy csomószor olyan bugyuta a tiltott szerelem apropója. De mindegy, jó lesz a semlegesben. Következő, már nincs sok, mindjárt végzünk. A második esély az rizikós. Olvastam én egyáltalán második esélyes könyvet mondjuk. Ezen gondolkozok, hogy olvastam-e ilyet egyáltalán konkrétabban. Meg mondjuk, hogyan értelmezzük azt, hogy második esély megint. Szóval a második esély az a probléma alapvetően, hogy ezt egyébként Emma mondta nekem, hogy nagyon nehéz olyan konfliktust találni, ami elég komoly ahhoz, hogy ugye megszakítsa a kapcsolatot két szereplő között, de nem túl komoly ahhoz, hogy ne lehessen, hogy létrejöjjön a második esély, és újra összekerüljenek. És szerintem ilyet egyébként én inkább lehet, hogy filmben láttam, vagy nem tudom. Tehát így konkrétan nem emlékszem, hogy olvastam-e. Úgyhogy így lehet, hogy nem olvastam, még ilyenbe kellene bekerülnie ilyen alapon. Viszont én úgy érzem, hogy ez egy nagyon rizikós dolog. Tehát most egy csomó könyvet hallottam, ami valamennyire használja ezt, és így mindegyik ilyen nagyon furin jött ki szerintem. Én ilyet olvastam-e, basszus? Lehet, nem most kéne találgatnom, hogy volt-e már ilyen könyv. De hogy alapvetően én ezt egy nagyon rizikós trópnak állapítanám meg, ha olvastam ilyet, ha nem. Titkos identitás. Jaj, ezt nem oda akartam. Titkos identitás. Hát, szerintem ez megint csak semleges. Olyan különösebben. Van olyan, hogy találkoztam már szerintem vele könyvben is, vagy csak filmben, ezt nem tudom megmondani egy csomószor, de hogy így oké, benne van a filmben, része a film, vagy benne van a sztoriban, része a sztorinak. Titkos románc. Ez nem ugyanaz, mint a tiltott szerelem? Vagy hogy így el van titkolva? Menjen a semlegesbe. Azért alapvetően nincsenek vele szerintem ilyen kifejezetten rossz tapasztalataim, szerintem olyan kifejezetten jók sem. Ez ugye az, amikor ugye el van titkolva, hogy a két szereplő az így együtt van, de nem tudom, inkább ez semleges szerintem. Annyira nem értem nem nagyon szoktam ilyet se olvasni egyébként. Slow burn az azonnal megy a minden mennyiségben. Én nagyon szeretem a slow burn, szeretek szenvedni, na. Szeretem, mikor egy egész könyvön keresztül így várom, hogy történjen valami, és megkapom az utolsó oldalon, és vége a könyvnek. Így nem futhat bele az ember olyan szexi jelenetekbe, amiket nem akar olvasni. Egyébként. Nyilván a slow burnnél is fontos, hogy mondjuk sorozatnál például nem szeretem, hogyha van egy 10 évados sorozat, és az utolsó évadig várnak, hogy valami történjen a szereplők között, de az egészséges hosszúságú slow burn az... De azért egyébként, tehát itt van egy minta, azért szeretem a slow burnt is, mert hogy nyilván ott is lassan alakul ki a kapcsolat, van idejük megismerni egymást. Ez egy visszatérő minta nálam. Kisvárosi románc, szintén így azonnal húzom föl a minden mennyiségben. Ez megint pont most ugye az Emily Harris könyv kapcsán, a vlog kapcsán beszéltem arról, hogy nagyon szeretem ezt a trópot, és ez is tipikusan olyan, hogy még hogyha egy borzasztó Hallmarkos filmről is beszélünk, mert szeretem a Hallmarkos ilyen kisvárosi karácsonyi filmeket is egyébként, de hogy egy csomószor azért valljuk be, hogy borzalmasak, de hogy alapvetően élvezem ott is a dinamikát, élvezem azokat a trópokat, amiket egy kisvárosi románc használ, mert jók, mert szeretem. Úgyhogy az abszolút ott van a minden mennyiségben kategóriában. Tehát még ha rossz is, akkor is fogok benne valami jót találni. A következő, ez a lelkitársak, és annyira nem tudtam... Nos, ez a lelkitársak dolog nekem olyasmi, hogy így különösebben nem szoktam ebbe belegondolni. Tuti, olvasom egy csomó könyvet, amiben ez úgymond így benne van. De én alapvetően, hogyha a két szereplő egymásra talál egy romantikus könyvben mondjuk, nekem az egyenlő a lelkitársakkal. Tehát, hogy nem tudtam, hogy ez egy külön létező tróp, mert úgy mondom, hogy... Ez egy elég tágan értelmezhető fogalom, meg hogy ki hogy értelmezi, meg ki mi szerint értelmezi. Szóval én ilyen szempontból ezt berakom a semlegesbe, azt nem szeretem egyébként, hogyha így erre van ráhúzva mondjuk egy egész könyv, hogy mondjuk, hogy csak azért a szereplő nem akar továbbállni egy szakítás után mondjuk, mert hogy a lelkitársa volt, amit tudom, tehát hogy ez így, vagy hogyha ezért így beleéli magát valamibe, ami, na mindegy, tehát hogy, de ezek szerintem nem ez, tehát ha
a romantikus partnerek működnek, az nekem egyenlő azzal, hogy ők lelkitársak, szóval én innentől ezen nem szoktam gondolkodni, azért rakom bele azt semlegesről, mert hogy így nem nagyon szoktam ezzel a tróppal foglalkozni. Úgy különösebben, tehát tényleg ez, hogy szeretik egymást, akkor nekem onnantól lelkitársa. Valószínűleg nem ez a definíciója, de hogy nekem ez így tök adja magát, vagy nem tudom. Mert ugye a Fated Mates-nél az a különbség, hogy az valahol, nem tudom, jóslatban, ugye fantazinál meg volt mondva, de a lelkitársak is egyébként egy tök hasonló dolog szerintem egy csomó, vagy tök hasonló egy csomó felfogásban, de hogy alapból meg szerintem bármelyik romantikus könyvnél adott tróp, vagy nem is tudom. Következő szomszédok. A szomszédokat a szeretembe fogom rakni. Az egy szerintem egy tök ilyen fun dinamika szintén, meg ez a lány a szomszédban típusú dolog. Én azt egyébként tök szeretem. Ott is egy csomószor, hogyha úgy szintén romantikus könyvről beszélünk, adott az a dolog, hogy már ismerték egymást előre. Na, jön ez a kitette ezt veled, ez megint ilyen fantaziknál szokott előfordulni. Őszintén szólva, én ilyet nem olvastam. Amiben ez a mondat így konkrétan megjelent volna. Szerintem nem olvastam ilyet. Ha olvastam, akkor valószínűleg a rizikósba tenném. Vagy a nobba. Nem tudom, vagy a semlegesbe. Tudom, hogy nagyon sok ember nagyon szereti ezt a mondatot hallani, meg én nagyon sok TikTok videót dob elém, nem tudom megtanítani az algoritmust, hogy mit szeretek könyvek terén, meg mit nem. És folyamat szeretném azt dobál, tehát nem tudok vele mit csinálni, hiába mondom neki, hogy nem érdekel. Szóval az a helyzet, hogy ez a kitette ezt veled, ez ugye az, amikor általában enemies to lovers-nél fantasyban egy ponton a két ellenségnek együtt kell dolgozni, és akkor vagy elkezdik egymást megismerni, és akkor valami kiderül, lehetőleg a női résztvevő múltjából, vagy megsérül, és akkor a férfi szereplő az jön a nagyon megvédelek minden izével. Szóval szerintem ilyet kifejezetten nem olvastam, tudok könyveket, amiben ez benne van, de én erre így annyira nem érzem magamat kifejezetten, hogy nekem ez úgy tetszene. Én nem kapom ezt a kuncogó effektet ennek a mondatnak a hallatán, de nem olvastam még ilyet, úgyhogy ha meg nem odaraknám, akkor szerintem a semlegesbe tenném. Következő, munkahelyi románc. Konkrét könyvet szerintem erre se biztos, hogy olvastam, úgyhogy lehet nem feltétlen jó, de amúgy meg tudom raksorolni, hogy ez igazából nekem semleges, tehát mert filmet tuti láttam rá, tehát így úgy vagyok vele, hogy ezt így a filmes és könyves tapasztalataim alapján rangsorolom nagyjából, de nyilván vannak itt olyanok, amikre így nem nagyon tudok mit mondani, és nem nagyon olvastam ilyeneket, úgyhogy inkább a nem olvastamba tettem, mert nem tudom, hogy állnék hozzájuk, de a munkahelyi románc az is ilyen semleges. Az összes többi dologtól függ, ami benne van, hogy milyen kapcsolatdinamika van benne, meg ilyenek. Úgyhogy tehát az, hogy csak simán munkahelyi románc, az így nyé, az még semmit nem vált ki belőlem. És az utolsó, az nem más, mint amit ezt adtam hozzá utoljára, nem is tudom, hogy nem jutott eszembe, ez a félrekommunikáció. A félrekommunikáció az egyik legutálatosabb trópom. Tehát nem. A félrekommunikáció általában azt csinálja, hogy felesleges konfliktust kelt, felidegesít, hogy a szereplők nem képesek megbeszélni egymással a problémáikat, hanem ez a direkt félreértjük a másikat, direkt nem hagyjuk, hogy megbeszél, direkt nem tudom, kerülöm, hogy biztos ne tudjuk megbeszélni, hogy meglegyen a mély pont. Tehát a félrekommunikáció egy undorító, egy tróp szerintem. És én értem, hogy ez nyilván megvan a való életben is, csak valahol kicsit azt érzem, hogy az ilyen félrekommunikációs könyvekben, vagy sztorikban az szokott lenni, hogy félrekommunikálnak, nem beszélik meg, aztán valami ilyen csapásra megoldja a problémát, anélkül, hogy kommunikáció során megoldották volna a problémát maguknak, úgyhogy nem, nagyon-nagyon nem szeretem ezt a trópot. És hát akkor így néz ki ez a ranglistám, nyilván nagyon sok van a semlegesben, de úgy egész kiegyenlített igazából az alapján, amik voltak. Igen, ez a nem olvastam még ilyet, meg a semleges, ez kicsit ilyen összefolyós, mert nyilván a nem olvastam még, vagy annyira nem ismerem, akkor semlegesbe került volna alapból is, de ezekre így nem emlékszem konkrétan, hogy olvastam volna, a többi pedig olyan, hogy lehet, hogy olvastam, csak nem emlékszem. Úgyhogy a kettő nagyjából így tudtam szétszedni. Jó, hát akkor ez lett volna ez a kis tróp
per klisé rangsorolós videó, és igazából, ha tetszett, akkor valami mással is majd máskor még próbálkozhatunk, hogy más-más témában, vagy máshogy. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal! És köszönöm, hogy írtatok nekem trópokat ehhez a videóhoz.